dr. Karján Jenő, a belgyógyász kardiológus, az egyes számú belgyógyász. Fogadj örökbe egy fász címmel indított közösségi összekovácsoló és környezetszépítő akciót a Tolna megyei Balassa János Kórház vezetése, dolgozói kezdeményezése. Az idén áprilisban indult program folytatásaként most további 16 facsemetét ültettek el a kórház dolgozói. A fertőző osztály munkatársai is örökbe fogadtak egy facsemetét, hogy a fásítással hozzájáruljanak a kórház épületek környezetében a levegő tisztaságához. Nagyon sok kórházba jártam, de ilyen gyönyörű parkot sehol nem láttam. Erre valamennyien nagyon büszkék vagyunk. És azért is, mert amióta az új kertészünk van, 2 éve, csodálatossá vált a park, növényekkel lett betelepítve, nem csak a mostani fákkal, hanem egyébként is virágzó növényekkel, és gyönyörűen rendben van tartva. A kampány célja egyrészt, hogy a kórház egykori, már nem élő munkatársai részére emlékfát ültessenek. Másrészt a mostani dolgozók összefogásával szépüljön a szekszárdi kórház parkja, mondta Németh Csaba főigazgató. Ami én nekem ebben a külön érték, hogy ez további közösségformálást tesz lehetővé, hiszen az a közösség, aki azt a fát egy korábban szakmába dolgozó munkatársnak felajánlotta, az nyilván gondozni és rendszeresen látogatni fogja. A Tolna megyei Balassa János Kórház Fogadj örökbe egy fát programjához eddig 6 szervezeti egységtől és 12 magánszemélytől érkezett felajánlás.